Ócsán a Falu Tamás városi könyvtárban tartottak Szent Iván névi igazságot, ahol fellépett az Ócsai Népdalkör és az Ócsai Óvodások műsorát is megtekinthették az érdeklődők. Szent Iván éj a június 23-áról 24-ére virradó éjszaka, amit más néven nyár közép éjszakájának neveznek Magyarországon. A napfordulóhoz világszerte világ és egyházi ünnepek kapcsolódnak, mivel ekkor van az év legrövidebb éjszakája, és az emberek számára a fény és a sötétség váltakozása mágikus eredettel bírt. A sötétség az elmúlást, a fény pedig a megújulást jelentette. Ezért ezen a napon az emberek nagy tüzet raktak, hogy előzzék a sötétséget. Ekkor kezdődik a csillagászati nyár is. Amihez rengeteg néphit, népszokás kapcsolódik a régi pogány idők óta, és ezek mindmáig élnek, sokszor keresztény keretek között is. Nincsen kedvem, mert a fecske elvitte Erdély ország közepébe letette. Fecske madár, hozz vissza kedvemet, kedvem után a régi szeretőmet. Fecske madár, hozz vissza kedvemet, kedvem után a régi szeretőmet. Nincsen rózsa, mert lehullott a földre, nincs szeretőm, mert elhagyott örökre. Ha elhagyott, hagyjon is előkre, mert nem lehet mindenkinek a tökre. Ha elhagyott, hagyjon is előkre, mert nem lehet mindenkinek a tökre. Szentes rózsa kihajlott az útra, el akart elhagyni, nincsi lesz a kincsa. Nem ám az a rózsa, ki a kertben nyílik, ha nem az a rózsa, ki egy más szereti. Nem szeretek másért, szép piros orcádért, szemed járásáért.